Az elmúlt hetekben minden nap és ma is teltházas volt a NAV nyíregyházi ügyféltere. A legtöbben SZIA bevallásukat intézik, az adózók már csak pár napig, május 22-e éjfélig teljesíthetik bevallási kötelezettségüket. Ha éjfélig nem adják postára, illetve nem hagyják jóvá a tervezetet, vagy nem küldik be a részünkre, akkor ugye a bevallás tervezet ugyan automatikusan bevallássá válik, de az összes többi nem érkezik be, tehát késedelmi pótléka a sújtható. A mulasztás összege egyébként 200 ezer forintig terjedhet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében idén mintegy 250 ezer bevallási tervezetet készített el a NAV. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében eddig 120 ezer személyoldalmadó bevallás érkezett be. 19 ezeren fogadták el az ügyfélkapus ügyfelek közül azt a bevallási tervezetet, amelyet a részükre már megküldtünk. Illetve postai úton is küldtünk több mint 35 ezer adózónak ilyen bevallási tervezetet. Hogyha ők úgy gondolják, hogy ez megfelelő, akkor természetesen a bevallásuk jóváíródott. Azonban, hogyha javítani, módosítani szeretnének rajta, azt mindenképpen a javítással együtt kell majd visszaküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére május 22-ig. Az adófelajánlási lehetőséggel nem mindenki él, tette hozzá a sajtóreferens. Tavaly 102 ezer megyei adózó ajánlotta fel adója 1%-át. 1+1%-os felajánlásokkal kapcsolatban tavaly 935 civil szervezet részére több mint 222 millió forintot utalt ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A megnövekedett ügyfélforgalomra tekintettel hosszabbított nyitvatartással állnak az adózók rendelkezésére a NAV központi ügyfélszolgálatai, ezért pénteken és jövő héten hétfőn, azaz május 22-én is 8:30-tól 18 óráig várják az ügyfeleket.